Shalom mindenkinek! Ez egy nagyon rövid üzenet lesz. Meg sem próbálok a kereszttel a zsidók problémájának mélyére menni, mert olyan hosszú lenne, mint az elmúlt 2000 év teljes történelme. De megpróbálok három fő témát érinteni. Az első századi zsidók problémája keresztem, a zsidók problémája általában a kereszt üzenetével, és a zsidók problémája a kereszt hordozóival. Először is Lukács 24 fejezetével kezdeném. Azt mondta nekik, ezek a szavak, melyeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy mindennek, mondjátok velem, mindennek be kell teljesednie, ami Mózes törvényében, a prófétákban, a zsoltárokban meg van írva róla. Akkor megnyitotta az értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Más szóval, Jézusnak nem a szentírásokat kellett kinyitnia, mert azok ott voltak, az értelmüket kellett megnyitnia, hogy megértsék a már megírt szentírásokat, amelyek ott voltak, és felolvasták neki minden szombaton. Akkor így szólt hozzájuk, így van megírva. Figyelj rám, ez a feltámadott Jézus, aki már távozni készül, magára hagyva a tanítványok csapatát, hogy így elkezdődjön az apostolok cselekedetei. Ezt Jézus mondja nekik, aki megérti, hogy problémáik vannak a szenvedő messiás fogalmával. Ezt mondja nekik, így van megírva, így kellett Krisztusnak szenvednie, és harmadnapon feltámadnia a halálból. Jézus azt mondja a tanítványoknak, figyeljetek, ezt nem lehetett volna másképpen csinálni. Nem olyan körülmény, amely másként is történhetett volna. Ez nem egy hiba, ez nem véletlen. A messiás szenvedése szükséges volt. Érted, mit mond neki? Alapvetően azt mondja, nem a B tervet nézitek. Ez el volt határozva. Szükséges volt, hogy Krisztus szenvedjen, majd feltámadjon a halálból, és hogy a megtérést és a bűnök bocsánatát prédikálják az ő nevében minden nemzetnek, Jeruzsálemtől kezdve. Ti pedig ezeknek a tanúi vagytok. Én elküldöm rátok atyám ígéretét, de maradjatok Jeruzsálem városában. Azt mondja a tanítványoknak, figyeljetek, azt akarom, hogy itt maradjatok. Maradjatok itt Jeruzsálemben, míg felruháztattok mennyei erővel. Jézus egyértelműen a keresztre feszítést mondja a tanítványoknak, ami egyébként a római kor legszörnyűbb halálbüntetése volt. Meg kell értened, hogy az emberek a kereszten azt kívánták, bárcsak meghalnának. A kereszt egy hosszú kínzás volt. De Jézus azt mondja, nézd, ne gondold, hogy ez a B-terv, ne gondold, hogy lehetett volna másképp. Valójában szükség volt rá. Emlékszel, az előbbi verse azt mondta, mindennek be kellett, kell teljesednie. 8 ponton szeretnélek átvezetni titeket, hogy hogyan volt a keresztre feszítés, az Ószövetség beteljesülése. Akkor megvizsgáljuk azt a három fő kérdést, amelyikről beszéltünk. Mindenekelőtt Ézsaiás 53-ból származó profícia azt mondja, utált és emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt,
és nem gondoltunk vele. János 1:10-11, ő a világban volt, a világ általa lett, és a világ nem ismerte meg őt. Eljött az övéihez, a zsidó néphez, és az övéi nem fogadták be. Ézsaiás proféciája határozottan beteljesedett, még az is, amikor először eljött és megkezdett a szolgálatát. Ézsaiás 41:9 azt mondja, még a saját ismerős barátom is, akiben bíztam, aki a kenyeremet ette, felemelte a sarkát ellenem. Természetesen Márk 14, akkor Júdás Iskariótes egyik a 12 közül elment a főpaphoz, hogy elárulja őt. Emlékszel, Jézus az utolsó vacsorán tudta és megmondta, hogy akinek odaadom a bemártott kenyeret, ő az, aki elárulja. A kenyér, amelyről a 41. Zsoltár beszél, aki megette az én kenyeremet, Júdás volt. Zakariás 11:12 azt mondja, akkor azt mondom nektek, ha jónak tetszik nektek, adjátok meg az én béremet, ha pedig nem, hagyjátok abba, és 30 ezüst pénzt fizettek béremül. Érdekes módon Máté 26 fejezete a keresztre feszítés előtt ez történt, akkor a 12 körül az egyik iskariótes Júdás elment a főpaphoz, és azt mondta, mit akartok nekem adni, és én a kezetekbe adom őt, azok pedig rendelének neki 30 ezüst pénzt. És ettől fogva alkalmat keresett, hogy elárulja őt. Lehetett volna 50, de 30 volt, mert használom ezt a szót, szükséges volt. Szükséges volt. Mindennek be kellett teljesednie. A negyedik. Bibliai proféciája azt mondja, Ézsaiás 53:7-ben kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitteték, s mint juh, amely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. Természetesen beteljesedés már 15:5, de Jézus továbbra sem válaszolt semmit, Pilátus pedig elcsodálkozott, mint egy bárány a vágó hídon nem nyitotta ki a száját. 5. A bibliai profécia 22. Zsoltár 1-2 versében azt mondja, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Miért vagy olyan távol attól, hogy segíts nekem és nyűgésem szavaitől? Máté 27-ben pedig a beteljesedése ez. 9 óra körül Jézus hangosan felkiáltott mondván, Eli, Eli, ez az Istenem, Istenem, Lama sabachthami, ami azt jelenti, miért hagytál el engem? Ez az én Istenem, Istenem, miért hagytál el engem természetesen. 6. 22. Zsoltár 8:9 azt mondja, akik engem látnak, mint csúfolkodnak rajtam, felhúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Azt mondva, az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött bennem. Micsoda gúnyolódás. Aztán persze Máté, hasonlóképpen a főpapok is, akik gúnyolódtak az írás tudókkal és a vénekkel, azt mondták, másokat megmentett, önmagát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le a keresztre, és hiszünk neki. Egyébként bíz bennem, még ha le is szállt volna a keresztre, nem hittek volna neki. Tehát Máté 27-ben volt ez. Bízott az Istenben, mentse meg őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok, akiket vele együtt feszítettek meg, a latrok is ugyanezt hányják vele a szemére. Nem érdekes? Szinte szóról szóra. Az ószövetségi profécia szavai beteljesedtek az újban. 7. Zsoltár 22:16, erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhet tapadt, és a halál porába fektetsz engem. Máté 27:48, az egyikük azonnal elfutott, szivacsot vett, savanyú borral megtöltötte,
nagy szára tette, és inni adott neki. Zsoltár 22.11.18. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek, és bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Milyen csodálatos profécia Zsoltárokban. János 19.23. A katonák azért, mikor megfeszítették Jézust, vevék az ő ruháit, és négy részre osztották, egy rész minden katonának és a köntösét, a köntös pedig varrástalan vala, felülről egy darabba összeszőve. Érted azt, hogy Jézus keresztül feszítésének történetében nincs semmi olyan, ami kikerült volna Isten irányítás alól. Isten elveszítette volna az irányítás, szüksége volt egy B-tervre. Jézusnak lehetett volna jobb megoldása, és úgy értem, ez egy nagy hiba volt, és fizetett érte. Tudod, mi az egyetlen nagy hiba? Mi az egyetlen nagy hiba, amiért a mai napig fizetünk bizonyos értelemben? Ez nem a keresztre feszítés. Keresztre feszítés, ez szükség volt. Az egyetlen nagy hiba 1 Mózes 3. fejezetében van. Ez az egyetlen nagy hiba. És 1 Mózes 3. fejezete miatt ez szükséges volt megtennie. Nos, mi a kereszt, és ki kezdte el használni? Nagyon érdekes, hogy bár számos ókori civilizációs kultúra feljegyzi keresztre feszítésről szóló beszámolókat, egyes történészek szerint leggyakrabban a perzsák alkalmazták ezt. A legrégebbi feljegyzés Hérodotosztól származik, aki megjegyezte, hogy Dáriosz Babilonban 3000 lakosát feszítette keresztre. Őszintén szóval azt hittem, hogy Nagy Sándor, de utána annyit olvastam róla, rájöttem, hogy ez még előtte volt. Keresztre feszítés Perzsiából származik, majd átterjedt az asszírokra, szkítákra, tauriokra, trákokra, valamint India népére, germánokra, keltákra, britekre, numidiákra, és természetesen a kartagóiakra. Úgy tartják, hogy a görögök és a makedónok is a perzsáktól tanulták a keresztre feszítés gyakorlatát. Én is így gondoltam, mindig azt hittem, hogy Nagy Sándor kezdte, de rájöttem, hogy valójában a perzsáktól tanulta. A római filozófus Seneca, aki időszámításunk előtt 4 és 65 között élt, ezt írta, található-e valaki, aki szívesebben vesztegelni a vágyalmát, hogy végtagról végtagra halljon meg, vagy cseppenként engedje el az életét, ahelyett, hogy egyszer s mindenkorra meghalna. Más szóval, nem jobb azonnal meghalni, mint egy rettenetesen lassú halállal? Találsz-e valakit, aki hajlandó lenne az átkozott fához kötődni, hosszú ideig beteges, már deformálódott, vállán és mellkasán csúnya gödröktől duzzadva, hosszúan tartó gyötrelem közepet az élet leletét kiadva? Sok kifogása lenne arra, hogy még a keresztre tevés előtt meghaljon. Figyelj, a keresztre feszítés nem csak az, hogy ott lógsz, valami mással kezdődik. Megkorbácsoltak téged, megvertek, aztán gerendát kötöttek a nyakad mögé, és körbe kötötték a kezedet. Akkor elvezettek egy olyan helyre, ahol egy állófára szögezik azt a gerendát, aminek lábad és a kezed meg volt kötve. Az ókori görögök egy lapos deszkához rögzítették áldozataikat, néha csak azért, hogy megszégyenítsék és megbüntessék őket. Miközben egy ideig fadeszkához voltak rögzítve, kínozták őket, később az áldozatokat szabadon engedték, vagy más módon végezték ki. De Platón utalt a görögökre, aki a kereszthalált alkalmazták a halálbüntetés egy formájaként. A történelem megerősíti, hogy a keresztre feszítés általánossá vált Nagy Sándor uralma alatt, aki városuk meghódítása után 2000 tírusi embert végzett
kiéjén. Tyre városa ma Libanonban van. A rómaiak keresztre feszítése nagy valószínűséggel a kártagúiaktól, Kártagótól vették át a keresztre feszítést, és a gyakorlat terjedelmében és súlyosságában is növekedett. A római birodalom idején a keresztre feszítés elsősorban nézd kinek, minek szólt? Árulok, dezertőrök, idegenek, megvetett ellenségek, fogságba esett seregek, rabszolgák, a legerőszakosabb bűnelkövetők és a haza árulásban bűnösök számára tartatott fent. Gondolkozz rajta. Keresztre feszítés római formáját a zsidók nem használták az Ószövetségben, egyáltalán nem, mivel a keresztre feszítés a halál egyik legszörnyűbb, vagy legborzalmasabb elátkozott formájának tartották. Honnan tudom ezt? Mert 5 Mózes meg is említi ezt. 5 Mózes 21 azt mondja, valaki halált érdemlő bűnt követ el, és megölik, és felakasztod egy fára, akkor a teste nem maradhat éjszaka a fán. Bizony temesd el azon a napon, hogy ne szennyezd be azt a földet, amelyet az Úr a te Istened ad neked örökségül, mert Istentől átkozott az, aki fánti. A zsidó nép gondolkodásmódjában az áldott messiás, a felkent beteljesedése része lehet-e valaha annak, amit 5 Mózes 21 fel tudod tenni 5 Mózes 21-et a zsidók problémáját a kereszttel, nézd ezt, figyeld ezt. Ez a vers, úgy értem, gondolj bele, a törvény valakiről aki a fán függ, azt írja, hogy átkozott, akkor szerinted eszébe jut egy zsidónak, hogy a messiásnak, a királynak át kell majd mennie ilyesmin? Persze, hogy nem. Úgy értem, ezzel a tanítványokra gondolok. Látva azt, aki nem követett el bűnt, soha életében. A legalázatosabb, legnagylelkűbb, leggyengébb, legszeretőbb, legcsodálatosabb, akivel életükben vala is találkoztak. Egy fán lóg, mint az utolsó gyilkos, tolvaj, áruló, vagy akit Isten megátkozott. Ezt nem is próbálták megérteni. Ezért volt az, hogy Jézus, amikor elkezdtük ezt az üzenetet, Jézusnak azt kellett mondani, hogy figyeljetek, fiúk, megértem, nézzétek, élek, feltámadtam, de valamit meg kell értenetek. Ez szükséges volt. Mindennek be kellett teljesednie. Tehát a kereszttel kapcsolatos zsidó probléma az 5 Mózes 21-jel kezdődik. Számukra az a felfogás, hogy a messiás egy kereszten lesz, amely egy fa álló szára, amelyhez egy kereszt alakú gerenda kapcsolódik, ezt nem tudták megérteni. Máté 16:13-23-ban, amikor Jézus Filippi Cezárea vidékére ért, megkérdezte tanítványait mondván, kinek mondanak engem az emberek? Azt mondták, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások pedig Jeremiásnak, vagy egy a proféták közül. Na Jézus így szólt, ti kinek gondoltok engem? Értsd meg, Péter soha nem ment bibliaiskolába. Ő nem rabbi, semmi ilyesmi. Valóban egy nagyon tanulatlan zsidó volt. Péter az első, aki felugrik és azt mondja, te vagy a Krisztus, a Messiás, az élő Isten fia. Valószínűleg arra gondolt, mit is mondtam? És Jézus azt mondja, áldott vagy Simon Bar-Jona, mert ezt nem test és vér fette fel neked,
Ne aggódj, tudom, hogy furcsán érzed magad, mert ezt sosem tanultad, soha senki nem tanította ezt neked. Nyilvánvalóan senki sem tanítja azt, hogy Isten fia ember is lehet, hogy Isten eljöhet emberként a testben. De igazad van, tehát áldott vagy. Az én mennyei atyám, aki kinyilatkoztatta neked. És mondom neked, hogy te Petrosz vagy, te egy kis szikla vagy. És ezen a sziklán is megmutatta neki Cezára Filipit, a nagy sziklát ott, Petrát. Én építem. Itt imádták az összes többi pogány Isten. Azt mondja, ezen a pogány világon fogom felépíteni a templomomat, és Hádesz kapui sem vesznek erőt rajta. Ennyi. Az én egyházam nem Hádeszé. Nem lesznek Hádészben. Nem fognak belépni Hádészben. Nem várják meg ott a világ ítéletét. Ennyi. Vége. Máté 16. És neked adom a kulcsokat, és akkor folytatja. Nem érdekes, hogy attól az időtől kezdve, a 21. verstől, Jézus elkezdte megmutatni a tanítványainak, hogy ő micsoda? Jézus a 13. fejezet 23-ig, Jézus elkezdte megmutatni a tanítványainak, hogy... Nem, a 21. versről beszélek. 21. vers. Attól kezdve Jézus elkezdte megmutatni a tanítványainak, hogy mi kell. Mondd újra, kell. Mondd ezt hangosabban, kell. Muszáj. Nem lehet, talán, esetleg. Jeruzsálembe kell mennie. El kell szenvednie a vénektől, a papoktól, és az írástudók főemberétől. Meg kell halnia. Harmadnap fel kell támadnia. Tehát itt van Jézus. Péter épp most ismerte el, hogy ő a Messiás, az élő Isten fia. Péter pedig azt gondolja, ó, tudom, tudom. Isten közvetlenül szólt hozzám. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, srácok. Én és Isten. Péter úgy van vele, rendben van, srácok. Én vagyok a fő apostol. Akarsz vele beszélni? Csak rajtam keresztül. Szóval Jézus, beszélj csak nyugodtan. Jézus tehát nem áll ott, és nem azt mondja, én vagyok a király, király az urak, ura, a Dávid trónján fogok ülni, Péter, te pedig a helyettesem vagy. Nem ezt mondja. Csak azért mondom, hogy igen, én vagyok az élő Isten fia, én vagyok a Messiás, én vagyok a felkent, én vagyok az, akire vártál. Az írástudók és a rómaiak kezébe adnak, szenvedni fogok, meghalok, keresztre feszítenek, és eltemetnek. Péter pedig mi? Aztán Péter félre vitte Jézus, és azt mondja, nem beszélhetsz így. Péter megfette Jézust. Érted, amit mondok? Egy másodperccel ezelőtt elismerte, hogy ő a Messiás, az élő Isten fia. Most elővesz az élő Isten fiát, a testben eljött Istent, és megtorgálja Istent. Távol legyen, Uram! Ez nem fog megtörténni veled. Ki hal meg ilyen fajta halállal? Árulok, gyilkosok, átkozottak lógnak a fán. Ez nem neked való. Te vagy a Messiás, te vagy a király, maradj itt, mi gondoskodunk rólad. Egyébként ez volt a zsidó nép gondolkodásmódja akkoriban. Istenen, mi segítünk neked. Isten azt mondja, nem, én segítek nektek. Nem, mi segítünk. Maradj ott, mi segítünk neked. Be tudom bizonyítani neked. Akkor Izraelbe jössz, Kapernaumba, ott van egy zsinagóga, és az a zsinagóga fordítva épült, vagyis rossz helyen van a bejárata. Ha megkérdezett, hogy nem tudjátok, merre van Jeruzsálem, hogy lehet, hogy a zsinagóga az ellenkező oldalán néz, azt mondják, nem, a zsinagóga Jeruzsálem felé néz, csak az ajtó van rossz helyen.
De ha ajtónak egy helyre kéne lennie, és akkor az ima iránya pont az ellenkezője lenne, azt mondták, nem. Azért kellett így építenünk, mert ha az ajtó a hegyek felé nézne, a pogányok kecské a hegyeken vannak, besúrranának a zsinagógába. Maradj ott, mi megvédünk. Megfordítjuk ezt a zsinagógát, és senki sem tud belépni és ártani neked. Látod, mikor az emberek azt hiszik, hogy segítenek Istennek, Isten jön. Ezért hasonlították Kapernaumot Szodomához és Gomorához. Azt mondja, hogy Szodoma és Gomora hallotta volna, vagy látta volna, amit itt Kapernaumban tettem, hittek volna. Péter, ahogy reagált arra, amit Jézus mondott, ezzel leleplezte az egész zsidóság zavarodottságát a kereszttel kapcsolatban. Leleplezte azt a tényt, hogy a zsidó gondolkodásmód nem tudja felfogni azt a tényt, hogy Isten és az ő hírnöke, az ő felkentje, mondjuk most még azt is elismerem, hogy ő Isten fia, nem tudja felfogni, hogy a messiás valaha is lóghat egy fán. Szóval, hogyan reagált Péter? Félrehívta Jézus, és megdorgálta. Mit válaszolt Jézus? Távozz tőlem. Kicsoda? Sátán. Péter pedig azt mondja, most neveztél áldottnak. Istentől hallottam, barátok vagyunk. Sátán? Igen, mert csak Sátán nem akarja, hogy meghallja. Csak Sátán nem akarja, hogy teljesítsem a szükséges dolgokat. Csak Sátán akarja, hogy kimenj ebből a küldetésből. Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten dolgaira gondolsz, hanem az emberek dolgaira. Jézus alapvetően azt mondja, Isten dolga az, hogy szenvednem kell. Először keresztre kell feszíteni engem, meg kell hallom. Hogyan támadhatnám fel, ha nem hallok meg először? Az ember dolga az, hogy a messiásnak nem is szabadna eljönni mindezért. Csak ülnie kéne a trónon, uralkodnia, győzle az ellenséget, hoz békét, jólétet, ennyi. Itt látod ezt. Ez nem lenne elég a következő alkalommal, a következő fejezetben, Jézus felviszi őket a színeváltozás hegyére, elváltozott előlük, arca ragyogott, mint a nap, és ruhái olyan fehérek lettek, mint a fény, és íme megjelennek Mózes Illés, és beszélgettek vele. Péter pedig így szólt Jézushoz, Uram, jó nekünk itt lenni. Péter azt mondja, nézd ezt, Illés, Mózes, Jézus mellett vagyok. Visszatértem a játékba. Igen, baby. Építsünk neked sátrakat. Jézus azt mondja, nem. Amikor még beszélt, a fényes felhő borította be őket, és hirtelen hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Más szóval Péter, maradj csendben. Őt hallgasd. A tanítványok pedig, amikor ezt meghallották, arcra voltak, és nagyon megijedtek. Ezt hívom én Emmanuel pillanatnak. Isten velünk van. De Jézus odajött, megérintette őket, és így szólt, keljetek fel, ne féljetek. Mikor felemelték szemüket, nem láttak senkit, csak Jézus. Mózes és Illés elmentek. Jézus ott van. És most, amikor jönnek lefelé a hegyről, Jézus megparancsolta nekik, mondván, senkinek nem mondjátok el a látomást, amíg az ember fia mit fel nem támad a halálból. Azt mondta a srácok, meg kell halnom. Amíg meg nem halok, nem szólsz erről senkinek. Mert ha most elmondjátok az embereknek, mit gondolsz, mi fog történni? Vállokra helyeznek, Jeruzsálembe visznek uralkodni.
mert nem értik meg, hogy először nem nekem kell uralkodnom, hanem előbb végső áldozatot kell, áldozatként kell felajánlanom magam mindannyiótokért. Atyság 5:29-30, Péter és a többi apostol azonban így válaszolt, inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mint az embereknek. Atyáink Istenek feltámasztotta Jézust, akit megöltetek egy fán lógva. Látod, még mindig visszatérnek a fán lógáshoz, mert ez megrázó élmény volt számukra. Róma 9:33. Ahogy megvan írva, íme Sionban megbotránkozás kövét és szikláját fektetem le. Megbotránkoztak attól, hogy a fán lógok, és aki hisz bennem, nem szégyenül meg. Most először is értsük meg, hogy a zsidó népnek az első században problémája volt magával a kereszttel. Szégyenletes dolog volt, ami teljesen független attól, amit tudnak és gondolnak a messiásról. Értik, hogy ez borzalmas dolog, ők soha nem gyakorolták, olyan rossz volt, de legmerészebb álmaikban sem gondolták, hogy a messiásnak ezen kell keresztül mennie. De emlékszel, 1 Korintus 1-ben ez áll. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol e világnak vitázója? Nem, de nem bolondsággá tette Isten a világnak bölcsességét, mert minek utána Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ az Isten, tetszék az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsággá által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók hiányt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek, mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak, ha nem vagy hívő, ha még mindig megtartod ezt a zsidó gondolkodásmódot, akkor mi ez? Botrány, a görögöknek pedig ostobaság. De az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek Krisztus az Isten ereje és Isten bölcsessége, mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és Isten gyengesége erősebb az embereknél. Most már értjük, hogy van itt egy probléma. A népnek az üzenettel is gondja van. A zsidó népnek van problémája azzal a felfogással, hogy problémájuk van. Ez csak valaki más halálával oldható meg. A zsidók mind a mai napig úgy gondolják, hogy ez csak rajtuk múlik. Böjtöléssel, imával, tanítással, énekléssel, mindezekkel. Szerintetek miről szól a Jom Kippur, az engesztelés napja? 24 órán át böjtölünk? Igen, megcsináltuk. Minden rólunk szól, jól cselekedetek, mitzvá, parancsolat, jól cselekedet. Ha nem tudod teljesíteni a törvényt, Isten a szívedre néz, és legalább próbálkozol. A próbálkozás is számít. A tedd és a ne teddről van szó, és minden önmagukról szól. Idegen számukra az a felfogás, hogy az üdvösségük valójában nem azon keresztül történik, amit valaha is tenni fognak, vagy tettek. Nem csak a kereszttel, mint halálbüntetéssel van problémájuk, hanem a kereszt üzenetének fogalmával is. Krisztust hirdetem nektek, mint akit megfeszítettek, Messiás meg lett feszítve, értetek? Meghalt, értetek? Ő értetek szenvedett, az ő sebeivel gyógyultatok meg. Ez olyan valami, amivel egyébként a mai napig problémájuk van. Nagyon érdekes, mert elmondom. Menjünk vissza Lukács 9-hez.
Mark 8 és Lukács 14. fejezetéhez. Látok egy közös szállat, hogy olvassam fel neked, amikor magához hívta a népet tanítványai együtt, Márk 8-ban, így szólt hozzájuk, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem. Egyébként ez Jézus keresztre feszítése előtt történt. Tehát itt említ valamit a keresztről, de nem a kereszt halálról beszél. Nézd, mit mond. Hallgasd. Amikor magához hívta a népet, azt mondta, aki akar utánam jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ugye, volt egy problémám ezzel. Keresztre kell feszítenem magam, és keresztel kell járnom Jézus mögött? Jézus azt kéri, hogy feszítsenek keresztem? Mit kér tőlem? Lukács 14. És aki nem veszi fel a keresztjét, és nem jön utánam, nem lehet az én tanítványom? Hogy érted azt, hogy vegyem föl a keresztet? Aztán elmentem, megnéztem a görögben. Azt mondtam, ki kell derítenem, hogy pontosan mire gondol Jézus, amikor ezeket mondta. Mert még nincs is keresztre feszítve. Nem erről szól, másról beszél. Nem is a keresztjéről beszél, hanem az én keresztemről beszél. Akkor valójában azt mondja, ha nem veszed fel a keresztedet, és nem követsz engem, akkor te nem tartozol hozzám. De azt kérdeztem, mi a túróról beszélsz? Így hát elmentem Lukács 9.23-hoz, én elolvastam görögül, és rájöttem, hogy a kereszt szó valójában stauros. A harmadik sorban van, egyel a vége előtt, stauros. Az új szövetségi görög nyelv 4 igét használ, amelyek közül a 3 a stauroson alapul. Általában keresztnek fordítják. A leggyakoribb kifejezés stauro, keresztre feszíteni, amely 43 alkalommal fordul elő, aztán sustauro, keresztre feszíteni, tehát sustauro, keresztre feszíteni, vagy együtt, 5-ször fordul elő, aztán az anastauro, ami újra keresztre feszíteni, ez csak egyszer fordul elő zsidókhoz írt levél 6-6-ban. Prospegnumi, rögzíteni, felfúrni, keresztre feszíteni, csak egyszer fordul elő, Apcsel 2.23-ban. Az angol kereszt kifejezés a latin crux szóból származik. Latin crux kifejezés klasszikusan egy fára utal, vagy bármilyen fából készült konstrukcióra, amelyet a bűnözők felakasztására használnak kivégzésként. Kifejezés később kifejezetten a keresztre utalt. Az angol crucifix kifejezés, a latin crucifixus, vagy crucifixus szóból származik, amely a crucifigere, vagy crucifigere, múltak passzív szóból származik, jelentése keresztre feszíteni, vagy keresztre rögzíteni. Most jön a lényeg. Azt szeretném, ha megnézzük ezt. Stauros egy római kereszt, keresztmetszete. Valójában a kereszt gerenda. Latinul patibulumnak hívták. Ez a függőleges tag tetejére helyezték, hogy egy nagy T betűt képezzen. Ezt a kereszt irányú gerendát vitte az elítélt. A gerende latinul patibulum, a függőleges elem tetejére helyezve nagy T betűt alkotva. Okay. Akkor most értjük. Nos, erről beszélünk. Mit látsz itt?
Látod? Jézus erre a szóra és kifejezésre utalt rád. Ha valaki követni akar, vigye a Staurosát, ami az a gerenda, ami ott van. Ez nehéz, kényelmetlen. Egy bizonyos értelemben a testünk ellen szól. Hölgyeim és uraim, én ezzel küzdöttem. Jézusom, mit akarsz mondani nekem? Tényleg szó szerint fizikailag fel kell kötnöm magam egy ilyen gerendához, és követnem kell téged? Természetesen nem. Jézus arra gondolt, hogy meg kell tagadnod magad. Ezt mondta. Ha valaki követni akar, akkor muszáj mit? Megtagadnia magát. Ez egy nagy teher. Ez ellentétes az emberek gondolkodásmódjával és az emberek testével. Nehéz dolog emlékeztetni magad arra, hogy ez nem rólad szól, hanem róla. Emlékeztetni magad, hogy nincs benned semmi, hanem minden róla szól. Figyelj, mondok egy példát. A Bibliában azt mondja a zsidó népnek Isten Jom Kippurkor, hogy sanyargassák meg a lelküket. A bőjt szót nem is említik ott. Szó szerint Isten soha nem kérte a zsidókat, hogy böjtöljenek Jom Kippurkor. Mire kérte őket? Hogy sanyargassák meg a lelküket. Mi jelent ez? A lelket gyötörni annyit jelent, mint megérteni, hogy ez nem rólad szól. A tested ellen van. Ez az akarat ellen van, az önmagad ellen szól. Ez ellenkezik az egóddal. Ez nem rólad szól, nem tudod megmenteni magad. Nincs hatalmad megmenteni magad. Nincs képességed megmenteni magad. Te üdvösséged azzal függ össze, amit Isten tett Jézussal, és nem azzal, hogy mit tett veled. Megpróbálhatod keresztre feszíteni magad, ha akarod. Nem ment meg. De ha hiszel neki, és őt megfeszítették, hogy ezt keresztre kell feszíteni, mert a halál Isten átka ott lógott egy kár. Halál szükséges volt ahhoz, hogy ő legyen a tökéletes, engesztelő, tökéletes áldozati bárány. És akkor megmenekülsz. Mellesleg, a zsidó nép végül megbánja, miért elutasította Krisztust, és azt akarta, hogy keresztre feszítsék őt. Valójában Jelenések könyve és János evangéliuma is, természetesen Zakariás is beszél arról, akit átszegeztek. Jelenések 1:7-ben íme felhőkkel jön, és minden szem meglátja, gyászolni fognak azok is, akik átszúrták őt a föld minden törzse, ez Jelenések, és nem János. Gyászolni fognak miatta még így is, amen. Zakariás 12. Beri, megtenni egy szívességet, kijavítanátok, hogy nem János 1:7, hanem Jelenések. Köszönöm. Zakariás 12:10. A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig köntöm a kegyelemnek és könyörületességnek a lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, mint keseregnek az elsőszülött után. Zsidő nép Jézus visszatérésekor a földre nyomorúság végén megtér, gyászolni fognak, sírni fognak, amikor meglátják azt, akit átszegeztek. Utolsó 4 percben elmondom, hogy ma
A zsidók legtöbb problémája valójában nem az üzenettel, vagy a keresztre feszítéssel van. A mai zsidók legtöbb problémája az, hogy mire használták a keresztet, és azokkal, akik a történelem során hordozták azt. A bizánciakról, a keresztesekről beszélek, és azokról, akik programokat hajtottak végre a zsidók elé, nácikról, a fehér felsőbbrendűekről. Ezek az emberek mind kereszteket használtak, mind keresztet viselnek. Mindannyian a kereszt nevében szörnyű, szörnyűségeket követtek el. Elmondom, hogy amikor a keresztesek, azok a nyugat-európai katolikus lovagok, túlnyom és Franciaországból származtak a kezdetkor, mikor átjöttek Európában, megölték a legtöbb zsidót Németországban. Közülük legalább 10 000-et a Szentföldre tartó úton, és a Szentföldre való belépésekor, ahogy beléptek Jeruzsálemben, akkoriban a zsidók és a muszlimok békében éltek Jeruzsálemben. Muszlimok irányították, de a zsidók ott voltak. Bezárták az összes zsidót a jeruzsálemi zsinagógába, felgyújtották és elégették őket, miközben magasba emelték keresztjüket, és azt mondták, neked adunk, Krisztus, minden dicsőséget. Zsidók ezreit égették el élve, kereszteket emelgettek, és állítólag Krisztust dicsérték mindezért. Ugyanezt egyébként a muszlimokkal is megtették. Ez az oka annak, hogy az elmúlt 20 évben Osama Bin Laden, amikor még élt, vagy természetesen Abu Bakr al-Baghdadi, amikor még élt, soha nem hívták a keresztényeknek, a keresztényeket, keresztényeket keresztes lovagoknak hívták, mert emlékeztetni akartak meneteket arra, hogy milyen kegyetlenek vagytok ti keresztesek, mennyire lemészároltatok minket a keresztetek, Krisztusok nevében. A nácik egyenruhájukon keresztek voltak. Mondhatom, a héber nyelven a horog keresztet, swastika, kampós keresztnek nevezik. Más szavakkal a kereszt szó a horog keresztet írja le. Ez a kereszt azon túl, hogy szörnyű halálbüntetés, azon túl, hogy ott az üzenet, amit ezen tudnak felfogni, magát a keresztet annyi szörnyű ember használta, hogy a zsidó népnek gondja van vele, és persze ott vannak a felső rendek meg minden. János 16 azt mondja, ezeket azért mondtam nektek, hogy meg ne botránkozzatok, ki fognak űzni titeket zsinagógákból. Igen, eljön az idő, hogy aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek szolgál, és ezek, amit tesznek veled, mert nem ismerték az atyát, sem engem. Jézus azt mondja, Jézus nevében fognak cselekedni isteni dolgokat, de még az atyát sem ismerik, még engem sem ismernek, kivisznek a zsinagógákból, lemészárolnak, megölnek. Az utolsó dolog, amit elmondok, mielőtt befejezzük, ne változtasd meg az árnyékot anyaggá. A kereszt egy üzenet. A kereszt az az üzenet, hogy Isten egyszülött fiát adta, hogy először is meghaljon értünk, majd legyőzze a halált, hogy örök életet adjon nekünk. Üdvösségünk ára kereszten teljesen ki lett fizetve. Kereszt egy üzenet. Sajnos már egy ilyen szerencsés bűbájá vált. Szimbólummá, amiért hajlandók vagyunk ölni, mint szimbólumot. Vettük az üzenetet, és szimbólummá változtattuk. Fogtuk az árnyékot, és anyaggá alakítottuk el. Egyébként a zsidók ugyanezt tették. Isten azt mondta nekik, hogy tartsák meg az igét, és adott nekik egy szemléltetést, egy példát. Tartsd az igémet a szemeid között, tartsd az igémet a karodon,
Tartsd meg a szavamat, amikor bemész és kijössz. És most mit csinálnak? Dobozokat készítenek. Ide tették, még egy doboz, és ide tették, egy másik doboz, és oda tették az oldal ajtóra. Vették az üzenetet, és az árnyékot, és anyaggá változtatták. Könnyen el lehet csúszni ezen. Hadd Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az Úr egy. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és ezek a beszédek, amelyeket én parancsolok neked, legyenek a te szívedben, szorgalmasan tanítsuk a gyermekeidnek, beszélünk, amikor a házadban ülsz, amikor az úton jársz, amikor lefekszel, és amikor felkelsz, kösd be őket jelként a kezedre, hogy olyanok legyenek, mint a homlokzat, a szemeid között van. Írd fel házad ajtó felfájára és kapuidra. És szó szerint ezt tették. És ez egy bálvány lett a számukra. Amikor belépnek, meg kell csókolni, amikor kimenek, meg kell csókolni. Puszi, puszi, puszi. Mind ezekről a dolgokról szól. A kereszt egy szerencsehozó bűbáj, vagy egy üzenet számotokra, keresztények. Ne feledkezzünk meg a kereszt üzenetéről. Ez még mindig egy botrány okozó, de most legalább megérted a zsidó gondolkodásmódját, az azt követő történelmet, és azt a megvetést, ami egykor üzenet volt, és bálvánnyá változott. Atyám, köszönjük azt a tervet, amelyet Izraelnek készítettél. Egyelőre a kereszt és a kereszt üzenete sértés számukra. Atyám, sok tekintetben hozzájárultunk ehhez azáltal, hogy a keresztet bálvánnyá és szerencsehozó bűbájjá változtattuk, nem pedig üdvösséget üzenetévé. Atyám, arra kérünk, hogy amíg vissza nem térsz, és meg nem látják azt, akit átszegeztek, segíts nekünk az üzenet elmagyarázásában, és ne botránkoztassuk meg, ne akadályozzuk meg azt, hogy elért a te néped szívét. Köszönjük és áldunk téged. Imádkozunk a zsidó nép üdvösségéért, hogy kevesen éljék át ezt a nagy nyomorúságot. De addig, Atyám, tudjuk, hogy a te akaratod legyen meg, úgy a földön, mint a mennyben. Áldunk téged, ezt kérjük Izrael szentjének nevében, akinek sajnos egy Mózes három fejezete miatt szenvednie kellett, meg kellett halnia, el kellett temetni, mert szükséges volt. Aztán persze harmadnap feltámadt, mert a halál nem tudta ott tartani. Hálát adunk a feltámadott Úrért, és köszönetet mondunk a feltámadás erejéért, amelyből mindannyian meríthetünk, miközben a Szent Szellemmel járunk. Áldunk téged Jézus nevében. Amen.